Jó estét kívánok, kedves barátaim! Mindannyian szeretnénk csodát látni, nem véletlen, hiszen a csoda megemel, a csoda fölemeli az embert. Nem véletlen, hogy a nesz héber szó és a nász héber kifejezés, az egyik azt jelenti, hogy csoda, a másik azt jelenti, hogy felemelkedés. Hiszen amikor csodát látunk, megtörik a természet rendje, egyszer csak látjuk azt az isteni erőt, azt az isteni energiát, azt a gondviselést, ami a természet mögött megbújik. És ez mindannyiunk számára rejt egy fontos tanulságot. Azt a fontos tanulságot rejti, hogy amikor nem látunk csodát, akkor is tulajdonképpen csodálatos mindaz, ami velünk történik. Nem véletlen tehát, hogy ezen az ünnepen ilyen nagy hangsúlyt helyezünk a csodára. Arra a csodára emlékezünk, hogy egyrészt a szír görögök nagy túlerejével szemben is képesek voltak győzni a makabeus zsidó szabadságharcosok, és arra a csodára is emlékezünk, hogy az az egy kancsó olaj, amit találtak, amely a menóra meggyújtásához volt szükséges, egy nap helyett 8 napon át égett. Pontosan annyi idő át, amennyi idő ahhoz kellett, hogy az új olaj elkészüljön. Ma este ránk köszönt a Hanuka 4. napja, és ennek megfelelően a mi hanukiánkban is 4 gyertya, vagy 4 olajmécses lesz. A hanukiát a benne lévő olajmécsesekkel vagy gyertyákkal lehetőleg az ablakba, vagy pedig a legközpontibb szobájába a lakásunknak, az ajtó félfához a mezüzével szemben helyezzük el. Azért teszünk így, mert a csoda hirdetése a lényeg. Vagy az otthonunk lakóinak, vagy pedig az utcán járókelőknek fontos, hogy lássák a Hanuka lángjait. Ne legyen az eldugva, ne legyen elrejtve. A Hanuka gyertyáit mindig sötétedés környékén kell, hogy meggyújtsuk, és ennek is az a jelentősége, hogy a Hanuka lángjai, a fény, a sötétséget kell, hogy bevilágítsa. Ma este 4 gyertyát vagy mécsest helyezünk el a Hanukiában, és az előírás az, hogy úgy kell elhelyeznünk ezeket a mécseseket, hogyha szemben állunk a Hanukiával, akkor jobbról balra helyezzük el az újabb és újabb mécseseket. Viszont amikor meggyújtjuk a Hanukiának a lángjait, mindig a legújabb mécsessel kezdjük. Ma este 2 áldást fogunk mondani, elmondjuk az áldást a Hanuka gyertyák meggyújtására, és elmondjuk az áldást, amelyben megköszönjük a Jóistennek, hogy ahogy csodát tett őseinkkel abban az időben, csodát tesz velünk is nap mint nap, a mi életünk során is. Baruch ato Adonai Eloheinu melech olam, asher kineshonu bemitzvahi sov, vetzivonu lehadlik ner Hanuka. Baruch ato Adonai Eloheinu melech olam, sheoso nisim lavoiseinu bayomim ohem, bezman hazeh. Hanerot halalu anu madlikim, hanerot halalu anu madlikim, ala nisim, ve ala niflaot, ve ala teshuot, ve ala milchamot, she'asita lavoteinu, she'asita lavoteinu, bayamim ahem, bayamim ahem, בימים מהם, בזמן הזה.